A téli tábor ideje alatt a gyerekek régi, de számukra még ismeretlen technikákkal ismerkedtek, és készítettek nekik tetsző dolgokat. Én nekem legjobban tetszett a gyöngyfűzés, mert szeretem a karkötőket, meg a nyakláncokat. Nekem a kosárlabdás tetszett a legjobban, mert kitöltöttek bennem, hogy én azt meg tudnám csinálni, hogy nem lehet annyira erős kezem, és végül sikerült. A klub tagjai és helyi oktatók foglalkoztak a gyerekekkel. A tábort úgy szervezték meg, hogy minden nap legyen egy főfoglalkozás és több mellékfoglalkozás. Mellékfoglalkozások a papírkosárfonás, a kosárfonás, varázs, hímzés, kötés. A főfoglalkozások az első nap volt a bútorfestés, második nap volt a mézes kalácsütés, harmadik nap volt a nemezelés, és most a negyedik nap pedig a gyöngyfőzés a fő témák. A gyerekek szívesen járnak vissza a táborba a napi 4 órás foglalkozásokra. Az idén bővelkedtünk azzal, hogy ilyen bútorfestés technikát is alkalmaztunk. Ez az ötlet a Varnyó Kristófi volt, és örülök neki, hogy a helybeli fiatalok is napról napra, évről évre tudnak valami újat, és elsajátítanak itt valamit a táborba, vagy egy bizonyos táborokba, hova ők eljárnak, és ezáltal aztán oktatókká tudnak válni. Az idei tábor a Magyar Kormány és a Vöröskereszt Szent Tamási Szervezetének támogatásával valósult meg.